testületi ülés, jászkontorna, életmentés világnapján pont került a betörés sorozat végére. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 18-án 18 óra 5 perckor. Megtartotta október havi rendes ülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városháza első számú tanácskozó termében, amely során kitüntetések, elismerések, a karcagi polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása és számos javaslat került megtárgyalásra, valamint megszavazásra. A napirendek megtárgyalása előtt köszöntésekre került sor. A katolikus nevelés oktatásban végzett kiemelkedő szolgálatáért Borsosné Herceg Judit, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgató helyettese a Szent Gellér díj ezüst fokozata elismerésben részesült, amelyet a közelmúltban vett át dr. Ternyák Csaba érsektől. A Nagykun Bajtársi Egyesület megalakulásának 50. évfordulója alkalmából Rab János nyugalmazott őrnagy, az Egyesület elnöke, honvédelmi miniszter elismerő oklevelet kapott, amelyet az Egyesület 2022. július 29-i ünnepségén az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6 kiegészítő Tobolc központjainak vezetőitől vehetett át. Ebben az évben dr. Karsai Lajos rendőr alezredes kapitányságvezető az év rendőre elismerésben részesült. Az elismerést a kapitányság vezetője 2022. szeptember 26-án vette át Szolnokon a Szigligeti Színházban megrendezett Prima Gálán. A Karcagvárosi Önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester gratulált az elismerésekhez. Nyugdíjba vonulása alkalmából Szepesi Tibor polgármester köszöntötte Pardi Sándort, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatóját. Szepesi Tibor karcagváros polgármestere 2022. október 12-én a Nemzeti Kulturális Intézményben Karcagváros önkormányzata nevében Karcagváros önkormányzata a közösség támogató önkormányzat díjat vehette át. A köszöntéseket követően Rózsa Sándor jegyző adott tájékoztatást a két testületi ülés közötti időszakban történt legfontosabb eseményekről. Ezt követően a napirendi pontok megtárgyalására tért a testület, melynek első pontja a helyi kitüntető elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet tervezetre tett javaslat. Szepesi Tibor polgármester három javaslattal élt. Az egyik a Pro Urbe díjjal járó pénzjutalom emelése, továbbá a Karcagváros közszolgálatáért díj odaítélésének megállapításához a Szociális és Egészségügyi Bizottságon kívül javasolta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának a véleményezését, illetve a Pénzügyi Bizottságnak is az egyetértését a díjjal kapcsolatban. Harmadik javaslat pedig, hogy a polgármesteri dicséret mellé járjon egy egyösszegű nettó 30 ezer forintos jutalom is. Mindhárom módosítás egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pont a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosításáról szóló javaslat volt, amelyet szintén egyhangulag elfogadott a testület. A 3-tól 7-ig terjedő napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretén belül zajlott. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan november 24-én csütörtökön tartja, amely ezúttal közmeghallgatással egybekötött ülés lesz. A Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat identitásfejlesztési pályázata keretében jászkuntorna eseménysorozatot rendezett megyénk középiskolásainak számára. A középiskolásoknak szóló programban 4 sportágban labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda mérték össze tudásukat a Nagykun Református Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium, a Karcagi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium, a kisújszállási Móri Zsigmond Református Kollégium, a Török Szent Miklósi Református Oktatási Központ, valamint a Mezőtúri Református Kollégium leány és fiú csapatai. Mind a Szent Anna is lányok, mind a református gimnáziumba járó diákok számot tudtak arról adni, és a srácok is, hogy nagyon kemény munka van ám egy ilyen játékosnak tűnő mérkőzésben.
benne van a nemes versengés, benne van az összpontosítás, benne van a csapatmunka, az egymásra utaltság, benne van az, hogy én is csak akkor lehet sikeres, hogyha a csapatom támogat, és én is a csapatnak aktív és támogató tagja vagyok. A sport megtanít erre, különösen az ilyen csapatjátékot tanítják meg a fiatalokat arra, hogy sokkal jobb, hogyha van kire számítani, van kibe kapaszkodni. Ha az életben nehéz helyzetbe kerülünk, akkor is vannak csapattagok, akikre támaszkodhatunk, és ez már diákkorban jobb, hogyha beívódik az emberbe, és nem a közösségi médiában, nem a virtuális világban keresi a szövetségeseket, a társakat, a barátokat, mert ott nem talál valódiakat, valódi húsvér barátokat csak itt a közösségben tudunk találni. És köszönöm szépen nagy tiszteletű Konszti Bores Peres úrnak, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az általa fenntartott létesítményben folyhattak ezek a nemes versengések, és ahhoz is, hogy itt a mai napon a Szent Annai műfüves pályáján olyan színvonalú mérkőzésnek lehettek tagjai a fiatalok, ami vissza fogja őket vonzani a pályára. Lehet, hogy ma még valaki csak próbálgatja a szárnyait, és egy pár év múlva egészen komoly mérkőzéseken fogjuk majd viszont látni a fiataljainkat. A döntőknek Mezőtúr, Kisújszállás és Karcag adtak otthont. Véget ért egy rendezvénysorozat, a Jászkon identitást erősítő Jászkon tornának a futball, kispályás futball mérkőzései zajlottak a mai nap folyamán. Mind a leányok, mind a fiúk, mind pedig a polgármesterek és a kormányhivatal munkatársainak a közreműködésével. Én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas napon vagyunk túl, ahol mindenki bebizonyította, hogy magának a sportnak, a szabadidő aktív eltöltésének a szerelmese, és ez egy olyan közösség kovácsoló erő, ami hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismerjük egymást a Jássában, a Nagykunsában, a Mezőtúr térségében, a Tiszazugban élők megismerhessék azt a közeget, azt a korosztályt, akivel ugyanarról a rajtkörről kell elrugaszkodni, és amihez a megyei identitásunk adja a közös alapot. Karcagon a kispályás labdarúgással és eredményhirdetéssel zárult a sportos eseménysorozat. A díjakat Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke és nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes adták át. Egyébként is nagyon fontos, hogy mind az önkormányzatok, mind a kormányhivatalok akár járási vagy megyei szinten működnek. Nagyon komoly összehangolt munkát kell, hogy végezzenek. Most különösen, hiszen nagyon nehéz időket élünk, ez már a harmadik esztendő, ami komoly kihívásnak teszi ki mind a közigazgatást, mind a családokat, az állampolgárokat, és azt gondolom, hogy ebből a mai napból is tökéletesen visszatükröződött, hogy összhangban dolgoznak együtt az önkormányzatok és a kormányhivatalok, ami egy futballmérkőzésben a sportszerűséget és a közös élmény, valamint nem a győzelem, hanem a részvétel fontosságát, és az, hogy vigyázzunk egymásra, és a végén mindenki boldogan, elégedetten állhasson fel a dobogóra, ezt az élményt nyújtotta és ezt adta vissza. A közös sikerekben vagyunk érdekeltek, a közösen megtermelt javak védelmében vagyunk érdekeltek, közösen dolgozunk a magyar emberekért, a magyar családokért, a közösségekért, és azért, hogy fennmaradjon hosszú időn keresztül a JASZ és a Nagykun identitás. Ez a két identitás a legerősebb identitása az országnak. A mai élő közel 800 éves identitásunk, azért azt gondolom, hogy mindig megtartott bennünket, és mindig egymásba kapaszkodva tudtunk kijönni a legnehezebb időkből. Ez most is így lesz. A Jászság, a Nagykunság, a Tiszazug egymásba kapaszkodva fogja túlélni, átvészelni ezeket a vérzivataros időket, és hogyha túl leszünk ezen az időszakon, akkor mindenféleképpen hálás, és mert eszével fogunk visszagondolni az ilyen alkalmakra, amikor egy picit talán felettetni is tudtuk a nehézségeket. Egy barátságos focitorna erejéig megyünk polgármesterei, a kormányhivatal és a megyei önkormányzat tagjai, alkotta vegyes csapatok is megmérkőztek egymással. A felnőtt foci meccsen a sárga csapat 3-1-re győzedelmeskedett a kékek ellen. Igazi őrangyal, egy család mindkét gyermekét megmentette ugyanaz a mentős. Ugyanaz a mentős élesztette újra a Juhász család két gyerekét egy éven belül. Juhász Fekete Nikoletta egyik, akkor 2 éves kisfia 2016-ban egy kerti tóba esett bele, egy évvel később pedig az akkor 2 éves cukorbeteg öccse súlyos rohamot kapott. Teljesen véletlenül mindkét alkalommal ugyanaz a mentős, Gyuri érkezett az újraélesztésre. A Boton nevű fiút a szomszédtelkel lévő tóban találták meg eszméletlenül. A család elkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentős folytatott. A gyereket végül 2 hónapig kómában kellett tartani az életmentés után, és az oxigénhiány miatt máig szakaszosan beszél és mozog.
történt? Kihúztuk, láttuk, hogy már nem lélegzik. Elkezdtem lélegeztetni, a nagyfiam hozta a telefont, hozott plédet, segített ellátni a kicsit, amíg a mentők kiértek. És hát a mentős diszpécser adta az instrukciókat, hogy mit csináljak. A rossz emlékek miatt gyorsan elköltöztünk, és már az új otthonunkban egy másik településen éltünk, amikor az inzulinos cukorbeteg Csongi úgynevezett hipoglikémiás sokkot kapott 2017-ben, folytatta a történetet az édesanya. A másik gyermekem egy évre rá, akkor volt ő 2 éves, már hosszabb ideje gyengelkedett, mikor kiderült, hogy 34-es a cukorszintje, úgyhogy egyes típusú diabéteses lett, amit hát elég nehezen tudtak neki beállítani, és egy éjszaka rosszul lett, hiperglikémiás rohamot kapott, és akkor is a mentőket kellett kihívni. A gyerekek azóta jól vannak. Gyuri mentős pedig a család űrangyalának nevezte, akinek máig nagyon hálásak. Megmentették a gyerekünk életét, és itt kiemelném a diszpécser hölgyet is, aki nagyon-nagyon nyugodt volt, és nagyon tudta, hogy mit kell mondania, mit kell csinálnom. És sosem felejtkeztek el rólunk, mindig figyelemmel kísérték Botonnak a épülését. 19. október 16-án, az újraélesztés világnapján ültettek egy emlékfát a mentőállomáson Botonnak a tiszteletére, és ezt minden évben meglátogatjuk, úgy, mint most is, és vittünk egy pici kis ajándékot hálánk jeléül, és ők is adtak Botonnak. És nagyon... Botond egy mentőautót, egy szirénázó mentőautót természetesen, és Legót megkaptunk a mentőállomástól, ilyen gyógyító plüssmacikat, amiknek egy részét ő a beteg osztálytársainak szét is osztotta. A mentős meglepődött, amikor kiderült számára is, hogy egy testvérpár mindkét tagját megmentette, de ő is elképesztően örült. Újra átéreztem, hogy miért érdemes ezt csinálni, hiszem, hogy egy csodának voltunk a részesei, írta a Facebookon akkoriban. A jársági nyomozók eddig 5 bűncselekmény elkövetésével hozták összefüggésbe a feltételezett elkövetőt. A Jászberényi rendőrkapitányság lopás büntet elkövetése miatt folytat eljárást egy Jász Jákóhalmi lakcímen tartózkodó férfi ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2022. július 21 és augusztus 6-a között egy helyi jelenleg lakatlan ingatlanba bement, és onnan bontott autó alkatrészeket, kábeleket, szerszámokat és csaptelepet tulajdonított el. A helyszíre kiérkező nyomozók szemlét tartottak, tanukat hallgattak ki és adatgyűjtés folytattak. Augusztus 2. felében 2 újabb bűncselekményről érkezett bejelentés a rendőrkapitányságra. Ez alkalommal is Jász Jákóhalmán történtek betöréses lopások. Az egyik házból laptopot, játékkonzolt, parfümöket és vegyi árukat tulajdonítottak el, míg a másikból radiátorokat vitt magával a jogsértő, sőt egy kéményt is lebontott. Októberben és novemberben sem tétlenkedett a férfi, ekkor is Jász Jákóhalmi családi házak tulajdonosai voltak a sértettek. A végrehajtott nyomozási cselekményeknek köszönhetően a betörés sorozat végére 2022. november 2-án került sor. A bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit az egyenruhások elfogták, előállították és kihallgatták. A férfi mindent bevallott. Elmondta, hogy az értékeket pénzítette. A terhelt további 2 általa elkövetett bűncselekményről is beszámolt a kihallgatóknak. Így vélhetően tovább bővül a 23 éves jogsértő Büllanstroma. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!